Először is mindenképpen köszönettel tartozunk a szülőknek, hiszen elengedték a gyerekeket. Sokan, tényleg Kelet-Magyarország 400-500 kilométerről, na azért nehéz nyomon követni a gyerekünket, ha belegondolunk ebbe a helyzetbe anyaként, és ez egy bizalom annak a számára, nekünk, a pedagógusoknak, edzőknek, de még tényleg itt mindenki, aki az utolsó ajtót nyitja és zárja. Tehát ez egy mindenképpen egy megtisztelő helyzet, hogy ideengedték a gyerekeket a kezeink közé. Reméljük, hogy jól tették. Nagyon érdekes feladat, amikor ilyen piciket kezdünk el edzeni és integrálni a NECA rendszerébe. Ugye egy csomó mindennel küzdenek, hát ezt tudjuk. Tehát bőven kis kamaszok küzdenek mindenkivel, világgal, magukkal, közeggel, de kézilabdások akarnak lenni. Nagyon lelkesek, de meg kell tanulniuk egy csomó mindent. Tehát tényleg a táplálkozást, az öltözködést, kinek mit mondok, hogyan mondok, kommunikációt, mellette kézilabdázni is kellene. Nagyon-nagyon heteró volt a brigád, tehát taktikailag, technikailag, kondicionálásban, mindenben különböző szintet ütöttek meg a gyerekek. Ahhoz, hogy mi egységesen tudjunk közlekedni, azért a képzés dominált elsősorban ebben az évben, sokkal kevesebb mérkőzés, illetve versenyhelyzet volt, amit meg kellett oldanunk. Ez igazából szerencsés helyzet részben, mert úgy tudtunk haladni, hogy alapvetően azért a mérkőzések limitáltsága miatt nyilván a sérülés veszély is egy picit visszaszorult, és volt idejük pihenni a gyerekeknek hétvégén. De közben csalóka, hiszen az edzőnek alapvetően a mérkőzés adja a feedbacket, hogy akkor most meg tudjuk csinálni tét helyzetben, más ellenfél, más tempó, bíró, néző, ki jött ki, nagymami, nagypapi, drukker, ellen drukkel, tehát kevés volt a visszajelzés. De alapvetően az egészen biztos, hogy erőben, gyorsaságban, robbanékonyságban nagyjából fejlődtünk, bár a teszteknek a kiértékelése az még folyamatban van, de biztosan fejlődtünk. Az, hogy mondjuk a heti 2-3 edzés volt ugye korábban a gyerekeknek a szintje, eljutottunk mondjuk a heti 8 edzésig, és kvázi nincsen sérültünk. Az mindenképpen jó, tehát hogy valamit azért jól csináltunk. A mérkőzések, ugye a Szilárddal osztoztunk a serdülő korosztálynak a mérkőzésein, azokat a feladatokat, amit mi kaptunk ebből, azokat jól megoldottuk. Tehát az utolsó 4 mérkőzés, amivel Szilárdék elérték a megfelelő pontszámot, amikor leültünk, mondta, hogy volt 4 meccs, mondta, hogy ezt most odaadja a kezünkbe, hogy akkor nézzük, meddig jutunk. 1 pont elérése volt a cél. És én nagyon büszke vagyok a gyerekekre, mert gyakorlatilag a 4 mérkőzésből 8 pontot behúztunk, úgyhogy túl teljesítettük az elvárásokat. A felkészülési tornákon gyakorlatilag mindig följátszottunk, nálunk idősebbekkel küzdöttek meg a csajok. 1-2 év azért sokat számít, és mondjuk nem maradtunk alul 15-16 éves lányokkal szemben, illetve úgy tudtunk pariba lenni, ami mondjuk még elfogadható. Tehát ezek a gyerekek alapvetően most úgy gondolom, hogy jó vágányon vannak, talán már majd jövőre mondja a Péter meg a Bea, amikor megkapja őket, hogy mit hiányolnak esetleg, tehát az ő visszajelzésük lesz a valós, hiszen én nyilván szubjektíven látom őket. De azt hiszem, hogy azokkal a lehetőségekkel, amiket kaptunk, azokkal élni tudtunk gyakorlásképpen, akár Adára, Kisvárdára, akár a Ferenci kupára, vagy a Balázs kupára gondolok. Tehát ezek mind jó gyakorlási lehetőségek voltak, hihetetlenül dobtak a gyerekeknek a motivációján, hiszen azért az meg szükséges a játék, tehát jó-jó edzeni, meg képezni, de azért kell a játék. És abszolút mindig új ihletet, arról nem beszél, hogy a csapat, tehát amikor elmentünk 2 napra, 3 napra, azért ott huncutkodni, játszani, ilyen kisebb csapatépítő programokat összehozni. Ezek úgy erősítették egyrészt a csapatot belülről, másrészt a NECA-hoz való tartozást.